104 Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét kívánok. Velünk történt című magazin műsorunk kettő vendégét fogom köszönteni itt a stúdióban velem szemben. Elsőként Baku Zoltán urat, a Békés Csabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ munkatársát. Szervusz Zoli, üdvözöllek, tegeződhetünk? Igen, szia Oszi, köszönöm szépen, tegeződhetünk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy, és kedves barátom, Pulyu János megyei önkormányzati képviselő. Szia Jani, üdvözöllek. Szia Oszi, üdvözlöm a Rádió 1 hallgatóit. Jani, mindig egy kedves barátoddal jössz, és mindig jó a téma. Zoli, kezdjünk akkor veled. Mit lehet róla tudni, mikor ismerkedtetek meg, hogyan Janival? Hát Janival már több mint 15 éve ismerjük egymást. Régen egyenruhásként együtt dolgoztunk, több mint 10 éve lakom én is már Dobozon, így már akkor egy település lakói is vagyunk, és nagyon sok dolgot műveltünk együtt, adományozástól kezdve a bűnmegelőzésen át, akár mindent. Na akkor Jani, te oldaladat is szeretném, 15 év az nagy idő. Valóban, én határőrségnél dolgoztam, Zolit úgy ismertem meg, hogy a rendőrséggel való kapcsolattartás és a közös munka révén találkoztunk kezdetben Békés Csabán a rendőrkapitányságon, és aztán a kapcsolatunk lehet mondani természetesen időzőjelben egy teljesen új irányt vett. A Zoli eljött szociális munka szakra a főiskolára, és én ott oktatóként tanítottam őt is a leendő kollégákkal együtt, és így természetesen a régi barátság mellett egyfajta szakmai orientáció is közösítette az utunkat. Hogyha jól tudom, akkor van egy új kezdeményezésetek, mely ugye a Boldogabb December nevet kapta. Mielőtt erre rátérnénk, milyen adományozások voltak még így közösen együtt, miket csináltatok? Zoli, legyen ez a következő. Ha jól emlékszem, akkor nagyon sok esetben közösen, vagy egyedül, vagy Jani felkérésére támogattunk nem csak családokat, hanem intézményeket is, illetve magánemberként akár mondjuk konditermet, boltokat vontunk be, különböző segítséget nyújtva, legyen ez most akár egy kressz, vagy a bűnmegelőzés tekintetében. Jani többször kértem fel, hogy nyújtson segítséget, hiszen ő önvédelmet is oktatott, vagy tanított, és ezen keresztül mindig eljutottunk valahová, valamilyen kis csoport vagy közösséghez, ahol ezt meg tudtuk mutatni. Jani a nagyon sok oldalú következik. Igen, hát valójában Dobozon is rengeteg olyan fiatal tehetséges sportoló van, és én ezt szeretném kiemelni a korábbi közös projektjeinkből, mert helyben is adódnak olyan lehetőségek, hogy a kiváló képességű küzdősportolókat, úszókat, erős sportokat, kedvelőket, hiszen hozzánk leginkább ezek állnak közel, támogattuk a különböző versenyeken való részvételben, felkészülésben, az alapítványunkon keresztül nyilván lehetőséget biztosítottunk arra, hogy a megfelelő erőléti állapotba kerüljenek a különböző versenyek alkalmával, és ebben mindig Zoli is egy jeles patrónus volt. Jó ezeket hallani, és akkor ugye innen már át is térünk a Boldogabb December kezdeményezéshez. Mikor jött létre, milyen céllal? Ez 2018-ban jött létre. Én akkor rendőrként dolgoztam Doboz nagyközség területén, és sajnos nagyon sok esetben találkoztam nagyon rossz sorsban élő családokkal, és mivel ugye Jani említette, hogy Gyulai Főiskolán szociális munkaszakot végeztem, rendőri mi voltam közben, így még jobban megérintett ez a dolog engem. Közben született két gyermekem, tehát a családoknak az élete az mindig fontos volt számomra, és úgy döntöttem, hogy 18-ban boldogabbá tesszük a decembert, és megkerestem Pulyu Jani barátomat, hiszen tudtam, hogy ő biztos, hogy segíteni fog ebben a kezdeményezésben. Elmentem, ő teljesen pozitívan reagált az én ötletemre, és közösen össze is írtuk, vagy összegyűjtöttük azokat a közeli ismerősöket, barátokat, helyi kisvállalkozókat, akik esetleg ebben segítséget tudnak nyújtani, majd felkerestük ezeket a személyeket, akik mindenki pozitívan reagált, és nagyon örültünk, hogy van, aki anyagi, van, aki pedig élelmiszer tekintetében támogatta ezt a kezdeményezést, így alakult ez ki. Jó, Jani, akkor most tőled is szeretném azt megkérdezni, hogy egészen pontosan hogyan is nézett ki ez, mennyi családhoz, mennyi emberhez jutottatok el, és komplett csomagokat vittetek? Igen, gyakorlatilag itt az ötletelés szintjén ugye Zoli volt az, aki élen járt, és kitalált ezt a remek kezdeményezést. Én akkor még Dobozon önkormányzati képviselő voltam, és így eként ebbéli minőségemben is fontosnak tartottam ebben a kezdeményezésben részt venni. A Boldogabb December gyakorlatilag egy olyan kezdeményezés volt részünkről, amelyben elsősorban a több gyermeket nevelő halmozottan hátrányos helyzetű családokat próbáltuk meg elérni, megkeresni, és megmondom őszintén, hogy nem is nagyon ment el érzékenyülés nélkül, amikor megálltunk a mikróbusszal egy-egy család előtt, már az első alkalommal se, és bár szerezhettünk volna rutint ebbe, de a második alkalommal sem tudtunk érzelmek nélkül elmenni a
amellett, hogy egy több gyermeket nevelő magányos édesanya, aki egyedül maradt decemberbe, a könnyeivel küszködve köszönte meg nekünk az élelmiszer csomagot, a csokit, a játékokat, a tüzelőt, amit vittünk. Tehát azokra a dolgokra próbáltunk koncentrálni, amelyek valóban boldogabbá tehetik a december hónapot és a karácsony ünnepét. És akkor gondolom ezt ebben az esztendőben is szeretnétek folytatni. 2019-ben is folytattuk, hála jó Istennek. Nekem annyi változás volt az életemben, hogy én a rendőrség kötelékéből kilépve ugye a családsegítőnél kezdtem el dolgozni, itt Békés Csabán, ahol nagyon jól érzem magam, és így már nem csak magánemberként adományozok, hanem ugye ez lett a munkám, a feladatom is, a családok segítése, és ez, ahogy Jani mondta, 19-ben is nagyon jósult el, még többen álltak ehhez a kezdeményezéshez, és 2020-ban is szeretnénk ezt folytatni, és már ha minden jó megy, akkor még több családhoz szeretnénk eljutni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, egyébként gondolatolvasó vagy, Zoli, pont ez lett volna a kérdésem, hogy hogyan érzed magad itt Békés Csabán a családsegítőnél. Na hát, Jani, te hogyan érzed magad a megyegyűlésben? A megyegyűlés ez egy új kihívás, és az életemben is új feladatokat, új típusú megmérettetést jelent. Tekintettel arra, hogy világéletemben szerettem a kihívásokat, azt gondolom, hogy mindig meg kell újulni, és mindig alkalmazkodni kell azokhoz a körülményekhez, amelyeket az élet akár feladatként, akár más területen elénk rak, elénk pakol. Én hiszek abban, hogy a megyei közgyűlésben is sikerült megtalálni a helyem. Azért ez hihetetlen, nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást, Jani, és így most gondolkozok, hogy beszéltél, hogy határőrből képviselőként vőfély, hagyományőrző, tanár, küzdősportoktató, megyei képviselő. Mi van még? Állatokkal is foglalkozom, van egy kiváló amerikai, akit a tenyészetem, amire nagyon büszke vagyok. Most is van még 4 tündéri kiskutyám, imádom őket, és emellett természetesen a feleségemnek besegítek, mert ő meg macskákat tenyész, brit rövidszőrű cicákat. Úgyhogy ez még egyfajta közelség, nyilván a lovakon kívül ezek az állatok is közel állnak hozzánk. Na akkor bulvározzunk még a végére 2 mondatba. Zoli, neked mi a kikapcsolódásod? Hát én hobbi szinten focizom, de én is sikerült a lányoknak 2 darab border collie kiskutyát szerezni, úgyhogy most az adja fel a leckét otthon, mert ők egy igen nagy mozgásigényűek, de hál' Istennek megvan, de ezen kívül nagyon sokrétű vagyok, úgy gondolom, nagyon szeretek kirándulni a családommal mindenképpen, amire régen erre úgy nem volt lehetőségem, de mióta központban vagyok, azóta egyre több időm van velük foglalkozni, úgy az állatokkal, mint a családommal, és én úgy gondolom, hogy még a hobbim kiterjesztése az most fog majd kialakulni, mivel ugye sokkal szabadabb lett ez a munkakör. Hát nagyon jó volt, imádom ezt a műsort, és köszönöm, hogy itt voltatok velem. Zoli és Jani, további eredményes jó munkát kívánok nektek, és sok sikert az élet minden terén, legközelebb is várlak vissza titeket tisztelettel. Köszönöm a beszélgetést. Köszönjük szépen a lehetőséget. Köszönjük szépen, és én azt szeretném még elmondani, nagyon örülök neki, hogy meghívtál minket, és remélem, hogy jövőre ezt az interjút hallva sok dobozi fog hozzám és Janihoz csatlakozni, és tényleg sokkal több családhoz fogunk eljutni. Tökéletes, legyen ez a végszó. Köszönöm szépen, Velünk Történt című magazinműsorunkat hallják itt a 104 Rádió 1-en. Hamarosan folytatjuk.